Szép jó napot kívánok a hölgyeknek, uraknak! Ez itt az Életpáncél Muníció adása, következő adása, melyben a bajonettáról beszélünk. Nos, mielőtt beszélnénk a bajonettáról, egy kis kitérő a Devil May Cry-ra. Ami szerintem nem egy indokolatlan analógia, mert két nagyon hasonló, viszont koncepcióját tekintve mégis különböző játékról beszélünk. És itt arra gondolok, hogy a Devil May Cry-ban, amikor játszottam, és ugyanúgy nem értettem még az elején, mint a Bajonettát. Nem mondom, hogy most értem, de mindegy, ebben most nem menjünk bele. Japán nem értem. Szóval, mikor a Devil May Cry-t nagyon nem értettem, akkor nekem az első dolgom igazából az volt, hogy feltettem a kérdést, hogy ott van egy rakat szereplő, bőrben, magas sarkúban, hatalmas pallosokkal, ezek mikor fognak már dugni? Nekem így ez volt az első reakcióm. És nem történt meg a dugás, mert valahol a Devil May Cry-nak a kimondatlan törvénye az az, hogy a démonírtás az jobb, mint a szex. Na most a Bajonettában viszont a Hideki Kamiya, aki az első Devil May Cry-ért is felelős volt annak idején, ő behozta a szexet a játékmenetbe, és azt mondta, hogy na, amit a Devil May Cry-ban nem kaptál meg, azt most megkapod, mert ha jól játszol Bajonettával, Bajonetta folyton klimaxolni fog. Igen, Devil May Cry-ja nem rossz analógia egyébként összehozni a játékot, tekintve, hogy vannak olyan teóriák, hogy a Bajonetta, illetve a Devil May Cry az gyakorlatilag egy univerzumban játszódik. Ami azért összehozza, hogy miért robban minden, ami robbanhat, miért kezd el az összes útszakasz, amin esetleg át kell menned jobbra-balra felrepedezni, lezuhanni, stb. Minden, ami rombolható a játékban, az rombolódni fog. Ez 100%. Tehát ilyen szempontból ez megvan a Devil May Cry-ban is, megvan a Bajonettában is. Ami funkciójában egyébként marha különböző a kettő játékban, hogy a Devil May Cry az inkább a menőség irányába megy. Valahogy úgy mondanám, hogy a Devil May Cry az inkább egy ilyen japán módon maszkulinabb élményt nyújt. Ugyanez volt nekem is a reakcióm rá. Mert nagy darab emberek egy baromi nagy pallossal ölik a démonokat. Tehát ott kifejezetten a vérontásra megyünk. Ott az is ki van tolva egyébként a maximumra, viszont inkább a vérontás felé van kitolva. Sőt, talán a teljesítmény. Igen. A Bajonettában nem, kevésbé a teljesítményen van a fókusz, én azt vettem észre. Bajonettában inkább azt mondanám, hogy Bajonetta az valamennyire visszahúzza a kormányt a vérontástól, és belehoz egy kis szexualitást, de a játékmenet az sokkal kegyetlenebb, mint a Devil May Cry-ban így ever. Tehát a Bajonetta egy nehezebb játék. A Bajonettában a teljesítményed ugyan nem akkora hangsúly, nincs rajta akkora hangsúly, mint mondjuk a Devil May Cry-ban, nem fut folyamatosan a stílusmérő a sorokban, viszont a végén a játék tudatja veled, hogyha nagyon jó vagy, tudatja veled azt is, hogyha nagyon szar vagy. És az elején ebből lesz a több. Tehát amikor az ember először belemegy a Bajonettába, akkor csak azt látja, hogy a játék gyalázza folyamatosan. A játék maga olyan, mint Bajonetta. A kivégzéseknél. Kicsit megpróbál ledominálni. Úgyhogy, ja, a Bajonetta ilyen szempontból egy más vonal, de ugyanarról a tőről fakadt. Tehát azt mondanám, hogy ha úgy vesszük, hogy van ez a Capcom Platinum Games fa, akkor a Bajonetta ennek az egyik ága, és a Devil May Cry a másik. A harmadik az már a God of War, ami még nem is ide tartozik, tehát azt mondanám, hogy a hack and slash fának igazából ez a három jelentős ága az most létezik. A játékos iparban. A Bajonetta egy nagyon egyedi élmény. Azért tudhat magának egy ilyen külön ágat. A flow-ja miatt egyedi? Egyrészt a flow-ja miatt, másrészt amiatt, hogy kezeli a saját történetét, a saját karaktereit. Tehát amennyire a játék önreflexíven képes a baromságait letolni a torkodon. Tehát ez a tudjuk, hogy ez nevetséges, ami itt van, de
ezt meg fogod kapni, mert szórakozni fogsz rajta. A Bajonettának az elsődleges célja az az, hogy szórakoztasson. Tehát a Devil May Cry-nak is ez az elsődleges célja, hogy szórakoztasson, nem akar annyira nagyon elmesélni egy sztorit, kifejezetten a szórakozás az elsődleges célja. A Bajonettánál ugyanez, csak ugye a két ág, az egyik elindult ebbe a maszkulinabb életérzésbe, a másik meg Bajonettával kaptunk egy kicsit, azt mondom, hogy egy picit femininebb vérengzést. Ez az amnéziás történet, amit előadnak itt az elején, ez rejt magában egy-két ilyen váratlan csavart, vagy valamiféle mondani valót, amit máshol nem láttunk? Én azt mondom egyébként, hogy a Bajonettának a sztoria, hogyha az ember kipörgeti egy párszor, mert első alkalommal nagyon zavaros, nagyon katyvasz, de hogyha végigmész rajta még egyszer, már pedig a játék úgy van felépítve, hogy akarj rajta többször végigmenni, akkor így föl lehet fedezni benne dolgokat. Van neki egy mélyebb sztoria, de nem olyan, nincs neki olyan mélysége, mint mondjuk egy Last of Us-nak, vagy nincs egy olyan mélysége, mint az új God of War-nak, de még akár azt is mondhatom, hogy nincs olyan mélysége, mint egy Final Fantasy-nak, egy bármilyen Final Fantasy-nak. Na most a Bajonettának eleve nagy újítása, hogy a Devil May Cry-jel szemben a Bajonetta felvállaltan Európában játszódik. Tehát ez direkt úgy van kitalálva. Bajonettának ez a kicsit brit, kicsit francia akcentusa is egyébként olyan, amit én azt mondom, hogy akkor ért meg az ember, meg akkor kezd el szeretni, hogyha játszik is a játékkal. Tehát így, hogyha külön néztem róla videót, amikor még nem döntöttem amellett, hogy játszok vele, és idegesített Bajonettának a hangja. Viszont amikor játszol, valahogy annyival egybefüggőbb az egész élmény, hogy a hang egyszerűen nem lóg ki, sőt, kifejezetten hozzátesz az élményhez. És ugye a sztori az arról szól, hogy Bajonetta amnéziásan fölébred a koporsóból, és már ahogy fölébred, nekiugranak a mennybéli angyalok, és őket kell az egész játék alatt gyakorlatilag darabjaira írtani. Ez az alapvetés. Na most ebbe vannak azért érdekes csavarok, mert az amnéziádnak azért a végére fogsz járni a Bajonetta első részére. A csavar igazából a nagyon nagy csavar benne, és ez itt a nagyon nagy spoiler, hogy van egy karakter a játékban, egy kislány, aki a Szereza névre hallgat, és ő Bajonettának az emlékezete, tehát az összes emléke összegyűjtve. Spoiler vége. Tehát vannak ilyen agyfaszok a játékban, amivel így nem tudsz mit kezdeni, hogy most végül is mi történik, miért történik, hogy történik, de amikor újra játszod, akkor ezek ugye a helyére kattannak, és elkezded érteni a játéknak a szimbolikáját is, mert mivel hogy japán játék, óhatatlanul tele van szimbolikákkal. Sőt, ez így a szimbolika az arcodba robban, tehát szinte el se tévesztheted, mert a japánok direkt módon művelik a szimbolikát. Így van, viszont a Bajonetta is, meg egyébként a Devil May Cry is ilyen szempontból egy érdekesebb téma, mert bár az arcodba robbantja a szimbolikát, nem magyarázza el. Tehát hagyja a játék, hogy saját magadnak fedezd fel a szimbolikákat, hogy mi mit jelent, és ezért egy érdekes játék a Bajonetta, mert én rendszeresen csinálok, vagy viszonyulok úgy játékokhoz, hogy a szimbolikájának direkt nem nézek utána, a sztorinak direkt nem nézek utána, megpróbálom a saját értelmezésemet használni, és utána, amikor az megvan, akkor nézem meg, hogy jó, mit írtak róla a többiek. És a Bajonettánál a szimbolika az, amit én fölfogtam belőle, meg az, amit az emberek megírnak, az egybecseng. És itt kezdődik egy nagyon jó játék, itt kezdődik a játékoknak a nagyon jó sztoria, amikor mindenki ugyanúgy értelmezi a játékot. Az ilyenek, hogy Bajonettának a szexualitása, az, hogy agyonban szexualizálva az a karakter, az egy olyan dolog, amit a játék felvállal, és a karakter erősségévé tesz. És ezt mindenki értette belőle, ezt mindenki felfedezte. Ami azért nagyon nagy szó, a mai világban meg pláne. Tehát azért az nem rossz. Az nem rossz, hogyha egy ilyet tud a játék. De mondom, a szimbolikája olyan, hogy igen, az arcodba van tolva, és picit pontosan olyan, mint a játékmenet.
kapsz egy fontos szimbolikát, mondjuk a játéknak az első pályáján, vagy a másodikon, és a következő pályán ezeket tömegestől küldi az arcodba. Viszont ugyanígy küldi az ellenfeleket, és itt rá tudunk kanyarodni a játékmenetre is, mert a játékmenet ugyanezt megcsinálja, és ezért iszonyat nehéz egyébként a Bayonetta. A Devil May Cry-nál nehezebb az összes Platinum Games játék, de a Bayonetta az ebből az ultra kategória, mert vannak olyan szörnyek, amiket megkapsz egy pálya végén boss ellenfélként. A következő pályán kettesével, hármasával jönnek ellened. Tehát azért nincs, hogy mondjam, nem egy nehézségi görbéje van a játéknak, hanem így az első pályán fölkúr az égbe, hat szóljon kategóriával, és onnantól nem áll meg. Tehát a rakétával lövi ki a nehézségi tüskét. Ami mondjuk nem rossz, mert az első pálya után rájössz, hogy milyen játékkal játszol, viszont sokat vár el egyébként a játék ilyen szempontból, hogy megtanulgasd a mozdulatokat, hogy kell Bayonettát effektíven harcra. De nem is kifejezetten harcra, hanem ilyen harci táncra. Igen, mert egy ilyen halálkeringő az egész. Nagyjából. És hogy megy ez a halálkeringő? Hát a halálkeringő az érdekes, mert nagyon arra épít a játék, hogy az időzítésed legyen rendben. Tehát az, hogy mikor kerülsz el egy támadást, mikor támadsz, az, hogy az összes ütés nem csak annyi, hogy lenyomod a gombot, csinál egy ütést a karakter, és már nyomhatod a következőt, hanem minden ütést ki tudsz tolni. De ez annyira szépen rávezet erre a játék, mert direkt ívessé teszi Bayonettának a mozdulatait. Direkt borzasztóan kifejezőek azok a kis szurkálódásai. Tehát vagy nagy ívben suhint egyet, és akkor látod, mint valami óramutató járása, ami amúgy bele is van implementálva a játékban, az nem is tudom, hogy mi is a neve. A Witch Time, amikor... Witch Time, igen, azaz. És ugyanakkor meg vannak ezek a szurkálódások, amikor ugye folyamatosan látod, ilyen másodperc szinten, hogy mi történik, és le tudod mérni, és gyakorlatilag ritmusa lesz. Igen, igen. A harcnak. A harcnak van egy ritmusa, tehát ez a halálkeringő egyébként, ez egy nagyon jó kifejezés, csak a halálkeringőt azt hát bekokainozva nyomja elég erőteljesen, mert vannak olyan pillanatai a játéknak, amikor egyszerűen fogalmad nincs, hogy mi történik körülötted. És ez kifejezetten akkor jön elő, amikor nálad sokkal nagyobb ellenfelekkel küzdesz. Van egy boss, illetve a legtöbb boss ilyen, de az egyiknél nagyon látványos, fogalmad nincs, hogy mi történik a pályán. Tehát nyomod a dodge-ot, mint az állat, hogy nehogy megdögölj, de nagyon első körben fogalmad nincs, hogy mi történik. Utána, amikor másodjára, harmadjára kijátszod, akkor már úgy van rálátásod, hogy oké, mi történik, de első alkalommal teljes nulla az egész. Fogalmad nincs, hogy mit csinál az ellenfél, mert körülbelül 4 emelettel van fölötted az a feje, ami belül támadni fog rád. Tehát nagyon nehéz összehozni, és mivel hogy Bayonettának hiába vannak lőfegyverei, az elsődleges támadásod közelharc. Nagyon sokszor a nagy ellenfeleknek a lába közt ugrálsz, a hátán ugrálsz, jobbra-balra a lábán fölszaladsz, a karján át csúszol. Sok. Néha rengeteg az, hogy mit dobál a játék, hogy mozgatja a kamerát. És a kamera az itt is egy problémás pontja. Ugyanúgy, ahogy a Devil May Cry régebbi részeiben egy nagyon nagy probléma volt a kamera, itt is sajnos néha nem azt csinálja, amit várnál tőle. Tehát kijelölsz egy ellenfelet, és nem azt hozza központba, hanem ugyanúgy Bayonettának a mozdulatait látod csak, és az ellenfelet, akit kijelöltél, pedig nem. És ami itt a Devil May Cry-ban ilyen szempontból jó csináltak, hogy az ellenfelek nem tudnak, ha nincsenek a kamera szögedben, akkor nem támadnak rád, hanem megpróbálnak először bekerülni a kameraszögbe, hogy tudj rájuk reagálni. A Bayonettában ilyen nincs. Kameraszögön kívül simán neked ugranak, és azt próbáld meg elkerülni, amikor egyszer csak a fejedre zuhan egy nálad nagyobb ellenfél. Nem nagyon van esélyed. Tehát azért mondom, hogy a Bayonetta nehéz, nagyon nehéz játék, de
amikor meg viszont sikerül kitanulnod, akkor meg nagyon érezteti veled, hogy, hogy igenis jól csinálod, és igenis ügyes vagy, és igenis pasz a gyerek vagy ebben a játékban. Tehát megvan neki ez a balansza. Mm. Csak adni kell neki egy esélyt. Mert először idomít. Tehát a Bajonetta, ezért mondtam, hogy olyan, mint a főszereplője, először idomítja. Kicsit olyan pincsi kutya leszel tőle? Picit azt mondanám, hogy inkább levisz egy olyan szintre, amikor már üvöltesz, és már minden baj elér, és akkor, amikor ez átrágta magát az agyadon, és utána adsz neki még egy esélyt, hirtelen ennyiben összekattannak a mozdulatok. Tehát először fölcseszi az agyadat a játék, hogy kitisztítsa a fejedet. És ezt nagyon kevés játék csinálja, viszont a Platinum Games játékok egyébként rendszeresen, hogy először mindig kitisztítja az agyadat az összes olyantól, amit gondolnál, hogy mozog a karaktered. Megtanít újra a játék mozogni a karakterrel. Megtanítja mozgatni a kamerát újra. Hosszú idő a tanuló folyamat, tehát ilyen szempontból a Bajonetta inkább tényleg a Dark Souls-ok felé van kipörgetve, sem mint a Devil May Cry felé. De amikor rá tud állni az agyad, akkor viszont meg jutalmaz. Rettenetesen jutalmaz a játék. Hát ezeknek a fényében akkor próbáljátok meg egy keringőt, próbáljátok keringőre hívni Bajonettát. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmeteket. Színász, köszönöm, hogy elmagyaráztad. Kellett, ismételten kellett, ugyanúgy, mint a Metal Gear Revengeance esetében, ami szintén Platinum Games-es játék. Platinum, erre most is szükségem volt. A Platinum Games játékok egyébként kifejezetten ilyenek, mert nagyon japánok, és nem is próbálnak egyébként nem japánnak kinézni. Egy csomó filozófiát építenek a játékmenetbe. És a Platinum Games egyébként ezért egy sokkal érdekesebb stúdió. Már majdnem fehér holló. Majdnem fehér holló, mert képesek harcba, filozófiát, sztorit. És most már szexet is. Szexet beleépíteni. Köszönjük szépen. Van minden. Úgyhogy hát hamarosan jön a következő életpáncél muníció rész, amúgy nem kell sokat várnotok rá, szerintem egy-két hetet ismételten. A Final Fantasy 13-ról lesz szó, megint egy játék, amihez abszolút nincsen közöm, nem értem, úgyhogy Színász magyarázni fog, nem is keveset, illetve hát reméljük Pádék nagyon úgy néz ki, hogy most már vissza fognak térni a kocsmapulttal, úgyhogy addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!